November 10-én 19 újbudai oktatási intézmény diákjai érkeztek a Kondorosi útra, hogy a kerületi diákolimpiai úszóversenyen bizonyíthassák tudásukat. A 132 gyereket Hoffmann Tamás polgármester köszöntötte. A három korcsoportban az általános iskolák 7.-8. osztályosainak, valamint a középiskolásoknak megrendezett versenyen valamennyi úszástemben lehetett indulni, és a váltóúszásban is összemérték gyorsaságukat az újbudai fiatalok. Az első verseny nem okozott nagyon gondot, mert hát az első csapattársaim nagyon jól bírták. Nekem már csak gyakorlatilag be kellett tempóznom. Az egyéni miatt viszont izgulok mindenképpen. A negyedik diák olimpiám, hát számomra ez egy új lehetőség ez a verseny. Tavaly 10. lettem országosban, és hát most szeretnék jobb eredményt elérni. A Nyík Imre úszodában ezen a napon 14 újbudai általános iskola és 8 kerületi gimnázium és középiskola diákjai versenytek az érmekért és a dicsőségért. Nagyon hálásnak kell, hogy legyünk alapvetően az iskoláknak, az intézményeknek, testnevelő tanároknak, hogy ezt felvállalják, és ilyen módon valóban egy komoly verseny ággá tették a Diák Olimpiát, amelynek nagyon fontos szerepe is van abban nyilván, hogy a mozgás az a gyerekek számára a mindennapok része legyen, úgyhogy ezért köszönet és hála, ezért látszik az is, hogy az a munka, amely folyik itt most már tényleg tervszerűen, egyrészt a létesítmények megújítása is nyilván hozzájárul ehhez, de alapvetően a testnevelő tanároknak az elkötelezettségén múlik, hogy időről időre ilyen szép eredményeket tudunk produkálni. A diákolimpiai versenyek nem csak sportos, mozgásban és sikerekben gazdag élményeket adnak a tanulóknak, hanem lehetőséget teremtenek arra is, hogy a kerületben sportoló fiatalok egymást még jobban megismerhessék, iskolák közötti barátságok szövődhessenek. Nem biztos, hogy egyébként találkoznak egymással ezek az iskolák, ezek az intézmények, a diákok. Itt most egy teljesen más jellegű megmérettetés van. Olyan is van, aki aktív úszóként vagy vízisportot űzőként kevésbé aktív gyerekkel találkozik. Tehát én azt gondolom, hogy ennek egy közösség erősítő szervező hatása mindenképp van.